az új fiatal rendező generáció egyik, hanem a legtehetségesebb tagja. A legendásnak mondott Simó osztályba járt, jól lehet a főiskolát idő előtt ott hagyta. Na erről a korosztályról mondta azt Jancsó Miklós, sok jót látok, de egy zseni van köztük, ő Hajdú Szabolcs. Egyik másik filmje például a Fehér tenyér vagy a Bibliotek Pascal nem csak itt Magyarországon, hanem a nemzetközi filmvilágban is meghatározó alkotásnak számít. Volt zenész, később színész, talán nem is sikertelen színész, de dolgozott például bádogosként is. Egy biztos, mindig a saját útját járta és járja, és szerintem erről elég nehéz is őt eltéríteni. Hajdú Szabolcs van itt. Szervusz! Szervusz! Gyakran emlegeted azt, hogy te nem vagy filmrendező, te csak filmeket csinálsz, te nem vagy profi, te csak kezdőfilmes maradsz életed végéig. Miért árazod le te magad ennyire? Nem, ez nem leárazás, hanem arról van szó, hogy én szeretek mindig mindent a nulláról kezdeni, tehát visszamenni mindig az origóhoz, és mindig újra megmérni magamat, hogy most ebben a pillanatban, mondjuk most 41 éves vagyok, most mit érek, mit jelentek, tehát nem úgy megyek neki egy filmnek, hogy rengeteg tapasztalat van. Persze a tapasztalatok útközben jönnek, amikor kész helyzet előtt áll az ember, és az nem baj, hogyha már van némi rutin, de sok esetben a rutin az, ami mindent gyilkol. Tehát, és te azt írtad ki? Hát igen, én próbálom magamat folyamatosan frissen tartani, és tényleg nem, sőt, azáltal, hogy folyamatosan cserélődnek körülöttem az emberek, általában mindig fiatalokat hozok be a stábba, azáltal, hogy mondjam, egy állandó vérátömlesztésen megyek keresztül. Új kapcsolatok, új emberekkel kell magamat is egyébként elfogadtatni újra és újra, és ez úgy gondolom, hogy frissen tart. Nem egy kényelmes dolog, de hogyha valaki kényelmet akarja, akkor nem ezzel kell foglalkozni. De neked azt szoktad mondani, aztán nem fogok itt Hajdú Szabolcs idézetekkel előjönni, de azt szoktad általában mondani, hogy neked szinte fizikai gyötrelmet okoz egy-egy film különféle fázisa. Tehát egy pokoljárás, hát, egy-egy időszak. Akkor miért vágsz bele rendszeresen egy-egy újabb projektbe, ha ez ilyen nagy gyötrődéssel jár? Nem tudok más csinálni, tehát én ezzel foglalkozom, és egyszerűen hajt folyamatosan a kíváncsiság. Meg hát már az ilyenkor az ember rajta van egy kényszerpályán, tehát hogyha mondjuk nem nagyon lenne kedvem ehhez az egészhez, amit csinálok, akkor is ezzel kéne foglalkoznom, mert már máshoz nem értek igazán. Tehát bizonyos helyzetekben tényleg van olyan, hogy elfáradtam, hogy most nem akarom csinálni. De már kell. A filmet? Igen. Tehát, mert kivesz sok energiát, sok hülye helyzetbe kerül bele az ember, amit nem kívánok. Rengeteg a konfrontáció, sok ellenséget szerez magának az ember, sok barátot is persze mellette, de vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy nem akarok most ezzel foglalkozni, de kell, mert valamiben meg kell éljek. Tehát, és ilyenkor újra kell magamban mindent tervezni, frissíteni, hogy mikor, hogy megszeressem ezt csinálni. Meg kell szeretned? Vannak helyzetek, amikor újra meg kell szeretnem, mert annyira megcsömörlöm az egész. Tehát egy filmnek az elkészítési folyamata alatt szerintem minden fázisában komplett meg lehet csömörleni. A forgatókönyvben végképp az előkészítési szakasz az jó, mert akkor az ember még tele van reménnyel, meg ott mindenki nagyon izgatott. A forgatási szakasz az fizikálisan nagyon kimerítő, de az még mindig az a fázis, amikor sok ember van körülöttünk, újabb és újabb helyszínekre megyünk, újabb és újabb emberek jönnek be, mint szereplők, hogy követik egymást a forgatási napok. Tehát ez egy nagyon izgalmas helyzet, de fizikailag nagyon kimerítő. És aztán jön a vágás, ami az első szakaszokban, még amikor az első úgynevezett rough cut elkészült, tehát az első nyersvágás elkészül, akkor az ember tele van megint izgatottsága és reménnyel, hogy hú, milyen érdekesek ezek a képek. Amikor először úgy nagyjából végig van rakva a film, és látszik, hogy nem működik, akkor jön az első sok, és onnantól kezdve pedig egy pokoljárás a végéig, hogy lesz ebből film. És a vége, legesleg vége, maga a bemutató, az pedig az tényleg maga a pokol. Tehát én azt utálom a legjobban, amikor egyrészt félek a megmérettetéstől,
Másrészt az egész Herzehurca, az egész, hogy mondjam, ez a fesztivál hangulat, ez nekem... Ezért nem is jársz fesztiválokra? Járok azért, de ha lehet, akkor... Tehát csak azokra megyek el, ahol tudom, hogy nagyon fontos részt vennem, nagyon fontos a filmnek, fontos a következő film szempontjából. De a műmosolyokat nem bírod, az alakoskodást, a smúzolást, az egész ünnepélyességét? És az ismétlődést. Az ismétlődést, az, hogy mint a papagáj kell hajtogatnom ugyanazt minden újságírói kérdésre, ugyanis jön egymás után 10 újságíró, és ugyanazt a 10 kérdést fogja föltenni, amit már egyébként levadászott az interneten. Tehát sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy fogta az illető maga előtt a papírt, az újságíró, és feltette ugyanazokat a kérdéseket, amiket már nekem egyszer föltett valaki. Tehát, és akkor arra én mit válaszoljak? Csak annyit tudok mondani, hogy figyelj, ott van abban az interjúban, olvasd el, már elmondtam ezt egyszer valakinek. Tehát ez nagyon fárasztó. Próbálok eredetileg. Most egy kicsit lehet, hogy begörcsöltettelek. Igyekszem majd. Nem, de felkészültél, láttam a felkonferálásra, hogy sok mindent elolvastál. Ugyanakkor, ha nem jársz fesztiválokra, az a veszély nem fenyeget, hogy esetleg lemaradsz egy-egy nagy lehetőségről? Tehát építhetnél kapcsolatokat, lehet, hogy egy fesztiváligazgatóval ott jössz össze, egy menedzser ott bukkan rád, és elindul egy egész másfajta úton az életed. Ez lehet, de én úgy vagyok vele, hogy akkor viszont ez van a sorsomban. Tehát egyszerűen nem lehet mindenhol mindig ott lenni, és minden helyzetet előre kiszámítani. Tehát nekem valóban sokszor előfordult az, hogy egy fesztiválon ismerkedtem össze valakivel, és azután egy nagyon gyümölcsöző munkakapcsolat lett belőle. De a legtöbb fesztiválon általában egyedül ott kóvájgok, ugyanazok az emberek vannak, ugyanaz a néhány fesztiváligazgató és forgalmazó nagyképűsködik és zsongatja körbe magát a 16 éves kislányokkal, és elvárja, hogy a portfólióiddal vagy a DVD-del hajlongj előtte. Te nem vagy ez a típus. Neked meg ez az alakoskodásra. Nem, én nem tényleg ezt nem tudom csinálni. Azokat a fesztiválokat szeretem, amilyen kicsit tényleg a film, jobban magáról a filmekről szól, nem pedig a szervezőkről és a forgalmazókról, hanem a filmekről, amiket ott levetítenek. Ha már ezt említettem elég, hogy lemaradsz egy-egy lehetőségről, meglepődve tudatosult bennem, hogy neked nincs mobiltelefonod, ami egy picit számomra, hogy mondjam, a 21. században érthetetlen. Tehát aki bizonyos értelemben a hívásokból, a kapcsolatokból és a szervezésből él, az nem nagy luxus? Engedd meg magának azzal, hogy nincs mobiltelefonja? Most ide egyébként elhoztam. A feleségem egyébként nagyon meg is sértődött, hogy miért nem mondtam előre, hogy elviszem a mobiltelefonját, mert féltem, hogy nem fogok ideérni, és hogy mert nagyon nagy volt a káosz a városban, de egyébként tényleg azt hiszem, hogy 3 vagy 4 éve nem használok telefont, és egyáltalán nincs rá szükség. De hogy érnek el például? Hát azért az ember... Tehát én mindig egy meghatározott útvonalon mozgok, általában tudják, hogy hol vagyok, hova megyek, és hogyha beülök egy kávézóba, akkor tudják, hogy abban a kávézóban vagyok. Hogyha elmegyek valakivel egy terepszemlére, akkor tudják, hogy azzal az emberrel vagyok. És mindig rajta keresztül érnek el, általában csak fontos dolgokkal, és a lényegtelen az így ki van szűrve. És ezért egyszer Bukarestben mentem egy terepszemlére, a hálókocsiban hagytam a mobiltelefonomat, 2 vagy 3 napig, amíg ott voltunk, rendkívül feszült voltam, tehát úgy éreztem, hogy itt valami óriási tragédia történt, és el vagyok veszve, és 3 nap után szépen megszűnt minden, és olyan volt, mintha valamikor a 80-as évek gyerekkoromban lennék. És olyan nyugalom szállt meg, és azóta ez a nyugalom ilyen téren tart. Nem aggódom a családomért, nem aggódom a semmiért, nem aggódom. Amikor telefonom volt, akkor mindig mindenért aggódtam és hívogattam az embereket. Most nem aggódom, megszoktam ezt, megy minden a maga úgy, ahogy kell, megy minden a maga útján. Úgyhogy stresszmentesebb jóval az élet. És itt se aggódsz azon, hát mondod, hogy nem aggódsz, de nem is számolsz azzal a lehetőségre, hogy esetleg egy lehetőség mellett elmész. Nem. Pont ez nem. Hogyha valaki nagyon el akar érni, akkor az el fog érni valahogy. Akinek valami nagyon fontos, az megtalálja a módját, hogy elérjen. Úgyhogy. Azt mondtad egy helyütt, hogy te azért csinálsz filmeket elsősorban, hogy a létezés értelmetlenségén ne kelljen gondolkodnod. Te az a típus vagy, aki
melankóliára, adott esetben depresszióra is hajlamos, mert olyan kérdéseken tud rugózni napokig, vagy hetekig akár? Hát szerintem, aki művészettel foglalkozik, az előbb-utóbb ezzel szembesül, tehát én nem nagyon ismerek olyan művészt, akinek ne lennének ilyen típusú hullámvölgyei. Szerintem mindenkinek vannak, ugyanis, hogyha az ember elkezd foglalkozni valamivel, mindig az alapkérdésekig jut el. Tehát bármilyen történetről van szó. Létezés, élet, halál, ezeknek a jelentései, az értelme, stb. És hogy eljutunk ezekig a pontokig, akkor ezeket egész egyszerűen ahhoz, hogy az ember valahogy artikulálni tudja, át kell élni. Tehát szembesülök, egész egyszerűen naponta szembesülök azzal, hogy mi keresni valóm van itt, miért születtem meg. Naponta szembesülök. De mondj ezzel egy példát, hogy például mi mentén jutsz el egy ilyen kérdésfeltevéséig. Bármilyen filmem kapcsán, amikor a forgatókönyvben dolgozom, a Biblioték Pascal kapcsán, a Fehér tenyér kapcsán, a kisgyereknek a sorsa, hogy egy adott ponton miért érzi úgy, hogy öngyilkosnak kell lennie, vagy Kanadában, amikor végül is egy nagy karrier előtt áll, vagy egy nagy karrier lehetősége van előtt, akkor miért érzi úgy, hogy ennek semmi értelme nincsen tulajdonképpen az egész életének a tükrében. A Biblioték Pascalnál ugyanez, a lány, akit eladnak külföldön, prostituáltnak is bekerül egy luxus bordéba, folyamatosan ugyanazokkal a dolgokkal szembesül, a saját fantáziájába menekül az életnek a monotóniája és a szürkesége elől. Te is ilyen vagy a fantáziádba menekülsz? Hát illúziókat gyártasz? Nem is a fantáziámba, hanem azokba az anyagokba, tehát ezeknek a történéseknek a feldolgozása, amihez szükség van a fantáziájára természetesen. Ilyen módon valóban a fantázia az a segítség, amivel én túlélek. De az tény, hogy van, amikor ezért mondom, hogy pokol a forgatókönyvírói fázis, meg a vágási fázis, mert azokban az időszakokban, meg ezeken a fázisaiban a filmnek áll össze a történet, és akkor szülöm meg, akkor jut el a gondolat a legvégéig. Legalábbis egy végpontig, az adott életszakaszban a végpontig. A forgatókönyvnél az ember eljut odáig, és azt gondolja, hogy na, most vagyok ezzel készen, most ezt lehet előkészíteni, vagy pályáztatni. A vágás során pedig már egy óriási nagy szekvencia után, forgatókönyvírás, előkészítés, forgatás után egy újabb végpontig jutok el, és ráadásul már azzal is szembesülök, hogy képes voltam ezt normálisan artikulálni, a képességeimmel szembesít tulajdonképpen, hogy az a nagy vízió, amit én az elején elképzeltem erről a filmről, az valójában hány százalékban tudott megvalósulni, hány százalékban tudtam én megvalósítani azt. És ez mindig kiábrándító természetesen. Kiábrándító? Hát az általában kiábrándító. Velem még nem fordult az elő, hogy egy film végén úgy éreztem volna, hogy fú, ez most összejött, jól összejött. Még 50% alatt vagy fölötte van a találati arány? Hát a film általában azért 50% fölött szoktam érezni a dolgot. 50% fölött szoktam érezni, de 60-70%-osnak érzem a filmeimet. Ahhoz képest, a vízióhoz képest, amit eredetileg elképzeltem. Ezért nem is nézed meg a korábbi filmjeidet? De mi ez a gőg a régi Hajdú Szabolcssal szemben, tehát a régi filmekkel szemben? Gyakran mondod, hogy nem is vagy nagyon hajlandó megnézni a régi filmet. Igen, mert én úgy vagyok, tehát ez nem olyan, mint egy gyerek. Ezek a filmek leszakadnak rólam. Tehát leszakadnak rólam abban a pillanatban, hogy elkészülnek, azok már önálló lények. Önálló lények, és azzal az emberrel együtt szakad le, egy múltbéli emberrel, aki ezt elkészítette, ugyanis én folyamatosan tovább lépek, a film pedig egy konzervált dolog. De nem vagy arra kíváncsi, hogy 10-8 évvel ezelőtt mit tudtál, mennyit tudtál, milyen voltál? Jobb, hát, rosszabb? Nem jó érzés ezzel szembesülni. Nem jó érzés ezzel szembesülni, mert az ember mindig, legalábbis úgy szoktam magamban, sokszor magamban erőt felszívni, hogy azért figyelj, Szabolcs, te már azért végigcsináltad ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, akkor most már, hogyha ezeket végigcsináltad, akkor a következőre is képes vagy. Ezek ilyen szempontból ilyen
referenciapontok, és akkor az ember megnézi, hogy mi az az, amit én ott akkor készítettem, akkor az viszont rendkívül kiábrándító tud lenni. De mondom, hogy a macerás ügyeket nézzük, azt egy 20-valahány éves ember csinálta, a fehér tenyeret egy 30 éves ember csinálta, azokkal a tapasztalatokkal, tehát egészen más aspektusból és más lelki, szerintem még a lelki alkat is változik útközben. Ott tartasz most 41 évesen, filmrendezőként, igen, ahol mondjuk tehetséged alapján tartanod kéne? Vagy amit mondjuk a macerás ügyek idején reméltél? Ez mindig változik, hogy mit gondolok magamról. Tehát valamikor úgy gondolom, hogy igen, ennek így kell lenni, és itt kell tartanom, és nagyon sok minden, hogy hol tart az ember. Az, hogy hol tartok, az nálam mindig végső soron azt jelenti, hogy én az emberi fejlődésemben hol tartok. Nem feltétlenül esztétikai lag vizsgálom én a filmeket, ugyanis ezek a filmek iszonyúan összekapcsolódnak az életemmel, tehát ezek ilyen, inkább azt kell mondanom, hogy emberi fejlődési folyamatnak a lenyomatai. És egy film az általában mindig minimum két lehetőséget ad az embernek. Az egyik lehetőség az az, hogy rosszabb ember lesz általa, vagy pedig jobb ember lesz általa. Ugyanis folyamatosan az átlag emberhez képest, az átlag életvitelhez képest elképesztő mennyiségben állít döntéshelyzet elé. És ezekben a döntésekben nem mindegy, hogy az ember melyik irányba megy. A könnyebb ellenállás felé mozdul, folyamatosan a rosszabb kényét használja bizonyos helyzetekben, vagy pedig megy a nehezebb ellenállás felé, és minden egyes szituációban megküzd. Tehát erre mondom azt, hogy vagy csiszolódsz egy jobb, hogy az általad ideális ember irányába, vagy pedig ezzel az ember nem foglalkozik, hanem jön, ahogy jönnek a dolgok, és sodródsz az árral, és egyre mocskosabbá válsz. Ez a lehetőség abszolút benne van a filmkészítésben, mert tényleg naponta 40-50, valamit tudom, kimondta talán Enyedi Ildikó, hogy a filmrendező egy döntőgép, de tényleg így van, így döntesz naponta, nem tudom. Neked ez könnyen megy? Amikor már csinálom, akkor igen, akkor, amikor már világos bennem, hogy mi az az irány, ami fele megyek, akkor nagyon gyorsan tudok dönteni. Tehát mindenről, anyagokról, színekről, ritmusokról, emberekről, hogy kivel dolgozom, kivel nem dolgozom, a hibáról, a nem hibáról. Mi az, ami belefér ebbe a vízióba? Tehát akkor már látok egy univerzumot, ami fele megyünk, egy új univerzumot, amit most éppen kialakítunk, és azt látom, hogy mikor mi fér ebbe az univerzumba bele. Milyen színek, milyen formák, milyen anyagok, milyen ritmusok, milyen zenék, milyen arcok, stb. Emiatt én elég gyorsan, hogyha az ember ezt nem látja világosan, akkor minden egyes döntés előtt elképesztő bizonytalan lesz, helyette döntenek. Mert de például neked meg kellett tanulnod, hogy te főnök vagy? Az, hogy szemrehányni kell embereket, de felelősségre kell vonni, nem kell számon kérni. Ez nem így van. Van ilyen típus is, de ezt mi nem így csináljuk. Egymás mellé rendelt szisztéma, a mi szisztémánk, ahogy mi dolgozunk. Persze a legnagyobb felelősség, meg végső soron a felelősség az az enyém. Ugyanis mindig azt mondják, hogy Hajdú Szabolcs filmje. Minden hibájával és minden pozitívumával együtt. Tehát minden döntés az végső soron az én döntésem, de én elvárom azoktól az emberektől, akik mellettem dolgoznak, hogy mindenki érezze a saját felelősségét a saját pozíciójában, az operatőr, a hangmérnök, a gyártási csapat, a díszlettervező, stb. Tehát mindenkinek megvan a saját felelősség, és ez egy egymás mellé rendelt felelősségháló, amiben mi dolgozunk, és én az abszolút felelős vagyok. Az abszolút felelős, a művészi felelősség az rajtam van, és akkor van az anyagi felelősség, ami a producerem van. Tehát ebben kell egy egyensúlyt kialakítani, de itt nincs dirigálás. Tehát persze van olyan helyzet, amikor az ember kénytelen, hogy mondjam, nem is számon kérni, hanem egész egyszerűen embereket... Leszúrod őket? Embereknek felhívni a figyelmét arra, hogy itt felelőssége van,
és hogyha homokszem kerül a rendszerbe, akkor egész egyszerűen azoktól az emberektől meg kell válni. Mert nem a film, az összes többi embernek a munkáját gátolja. De a te esetedben nincs emiatt is nagyobb veszély, ugyanis te rendszerint ugyanazzal a társasággal dolgozol, tehát ragaszkodsz emberekhez, már-már baráti kapcsolatok alakulnak ki. Ezek teljesen baráti kapcsolatok, sőt családi. Tehát akkor meg különösképpen gondolom én sokkal nehezebb valakinek megmondani azt, hogy Józsi, figyelj oda, mert ebből nem, baj lesz. Könnyű, mert tiszták a kapcsolatok. Tiszták a kapcsolatok, és mindenki érzi a saját felelősségét a dologba. Én nagyon sokáig válogattam ezeket az embereket, 10-12 éven keresztül, 10-12 év kellett ahhoz, hogy ez a stáb így összeálljon, ahogy most dolgozunk. Itt tényleg az van, hogy barátok vagyunk, és családtagok. Tehát az operatőr, a jelmeztervező, a producer, az asszisztens, stb. Ezek családi kapcsolatok is egyszerre, és nagyon jó szakemberek, hála Istennek, és mindenki átérzi a súlyát ennek a dolognak, hogy itt most arról van szó, hogy egy olyan filmet csináljunk, ugyanis közpénzt költünk, olyan filmet csináljunk, amiben mindenki beletesz apait, anyait, valami olyan dolgot, ami közhasznú, közcélú tulajdonképpen, tehát használható dolog, hozzásegít egy társadalomnak a tájékozódás, tehát segít a tájékozódásban, ismeretlen terepen lakunk le bójákat, ami aztán a utánunk levő generációknak segít, stb. Stb. Tehát ezt mindenki tudja, hogy ez az expedíciónak a célja, és nem pedig a vörös szőnyeg. Aki ezzel a izével jön be, annak ott nincs helye. Téged nem is érdekel a vörös szőnyeg? Érdekel, természetesen érdekel, mert hogy mondjam, az, hogyha egy munkát nem ismernek el, vagy hanyagolnak, vagy érdektelenség fogad, az nagyon-nagyon rossz érzés. És nagyon jó érzés, amikor nem érdektelen a közönség. Persze, érdekel, de így nem lehet, hogy mondjam, létrehozni valamit, hogyha csak az van az ember agyában, hanem maga az expedíció a cél, az expedíció, hogy ezt az utat végigjárjuk, és felfedezzünk dolgokat. Azt mondod, hogy mellé rendelt kapcsolatok vannak egy-egy filmkészítésnél. Igen. Jól lehet, az egyik interjúban például azt mondod, hogy amit igazán nem szeretsz magadban, az az, hogy túlságosan dominánssá tudsz válni. Már-már akarnokba mész hát át. Éppen ezért mondom ezt. Éppen ezért mondom, mert ez a rendszer ezt nem szereti, amit én meg szeretek. Tehát a rendszert szeretem, viszont a rendszer nem szereti azt, hogyha én bizonyos helyzetekben túlságosan átmegyek diktátorba. De nem nagyon fordul elő, előfordul azért, amikor nagyon éles a helyzet, és kezdenek elvékonyodni az idegek, akkor fordul ez elő. Akkor kiabálsz is adott esetben, vagy érvényre juttatod a hatalmat? Hát elképzelhető, hogy igen. Ezt azért is kérdezem, mert ha valaki gyűlöl mindenfajta hatalmaskodást, akkor az te vagy. Számtalan konfliktusod volt, akár gyerekkorodtól fogva is. Én mondjuk őszintén szóval nem értem, azt mondod, hogy az általános iskolába, a középiskolába is voltak konfliktusai, folyamatosan a kirúgás szélén álltál. Ezt hogy kell elképzelni? Neked milyen baléid voltak? Hogy kivel volt bajod? Általában azokkal a tanárokkal, akik visszaéltek a hatalmukkal. És ezt én már egészen gyerekkoromtól kezdve nagyon-nagyon rosszul viseltem. Tehát igazságtalannak éreztem egész egyszerűen, hogy csak a pozíciából kifolyólag ő olyan hangon szólal meg, ahogy megszólal. Tehát, és tényleg már a tornász edző, tehát ez a Fehértenyérben föl van dolgozva. Igen, mert hogyha tornáztál. Aztán későbbi általános iskolai tanárok, aztán későbbi középiskolai tanárok, aztán később a főiskolának ezek a ilyen, hogy mondják ezt, ilyen kicsit ilyen megkövült hatalmi pozícióiban levő embereken, sose voltam jó viszonyban. És meg is történtek mindig a konfliktusok. Ilyenkor visszaszóltál adott esetben akár egy tanárnak és általános iskolásként? Az a középiskola az űrös volt, az tény. Az is csoda szintű, hogy leérettségiztél? Az csoda. Igen. Tényleg? Igen. Igen, meg az csoda, hogy nem rúgtak ki, meg csoda, hogy nem kerültem be valamilyen intézetbe, sőt, tehát ezek ilyen, nagyon a végső határokig elmentünk egy pár barátommal természetesen. Tehát ennyire egy rebellis, lázadó, renitens gyereket képzeljünk hát el? Igen, aki akkor ismert,
és aki most ismer, most megismer, az két nagyon-nagyon különböző. Lenyugodtál ilyen formát? Tehát az igazságérzeted ma már nem, nincs az egekbe? De csak tudom kezelni az indulataimat. És a főiskolát úgy hagytad ott, hogy én elolvastam már legalább 50 interjút veled, de mindig nem derült ki számomra, hogy pontosan mi volt a baj. Nagyon egyszerű. Te léptél le, szóltak, hogy jobb lenne, ha elmennél. Na hát ez úgy volt, tehát nagyon egyszerű a dolog. Úgy volt, hogy én 3 évet jártam erre a főiskolára, ami most már egyetem. És azt ez a Színház és Filmművészeti Egyetem rendezői szakra. Rendezői szakra. És azt nagyon szerettem, és nagy lendülettel vetettem bele magamat a tanulmányokba, tehát azt hiszem, még túl is teljesítettem a normát, legalábbis ami a gyakorlati részét illeti. Tehát a vizsgafilmeken túl én csináltam egy csomó rövid filmet, tehát kihasználtam a főiskola teljes kapacitását, a technikai parkot, és volt úgy, hogy hetente vagy 2 hetente csináltunk egy-egy rövid filmet. És a 3. év környékén ez kezdett valahogy kimerülni, ez az egyik oldala, kezdett valahogy kimerülni a főiskola számomra. A másik oldala pedig az, hogy a Simó Sándor jó voltából egyébként, aki az osztályvezető tanárom volt, megismerkedtem egy erdélyi osztállyal, egy erdélyi színész osztállyal, ahol színész gyakorlatot csináltunk, budapesti filmrendezők, Marosvásárhelyen, és ebben az erdélyi osztályban pedig megismertem egy nagyon szép fiatal 20 éves lányt, a törökié sorsát, aki később a feleségem lett és a filmjeimnek a főszereplője. És az az igazság, hogy abban az időben úgy éreztem, hogy nekem inkább Marosvásárhelyen kellene, nem pedig a főiskolán. Tehát, és Simó mit szóltál, Simó Sándor, mikor ezt mondjuk megosztottad vele, mert nagyon kedvelt téged, és neki egy, igen, írtam neki egy levelet, ez teljes mértékben megértette, nagyon sajnálta a dolgot, de teljesen megértette. És akkor még nem volt arról szó, hogy amiatt, hogy én nem megyek, nem járok be az órákra, én nekem osztályt kéne ismételnem a főiskolán. Ugyanis mindenhol leraktam a vizsgáimat, és jól, tehát sőt, mindig maximális pontszámokat kaptam a filmekre is, amiket csináltam. Viszont volt egy angol nyelvvizsga, egy angol vizsga, amit nem írta, nem engedett vizsgázni a tanárnő, nem engedett vizsgázni, mert hogy nem jártam be az órákra. Nem engedett vizsgázni, és azt mondta, hogy osztályismétlés. De ő nem írta alá, azt mondta, hogy osztályismétlés, és én meg azt mondtam, hogy ennek meg semmi értelme, hogy én egy másik osztályba lekerüljek, egy másik osztályvezető tanárhoz, az én mesterem az a Simó. Én ebben az osztályban láttam értelmét a főiskolának, úgyhogy én magam mondtam azt, hogy én nem folytatom, hanem elkezdem az első játékfilmemet. Hiányát nem érezted ennek a későbbiek folyamán se? Hát eddig nem volt gond azzal, hogy nincs diplomám. Tanítottam sok helyen azóta a világba, Németországban, Német Filmakadémián, vagy Mexico Citybe. Eddig a diplomát nem kérték, mondjuk ezek nem ilyen fél éves, egy éves, hanem ilyen mesterkúzusok voltak, vagy 2-3 hetes workshopok. És az lehet, a két év, ami hiányzik? Lehet, tudásanyagba, gyakorlatba, annak se érezted a hiányát, hát nem? Szerintem egy filmesnek, hogy megcsinál egy játékfilmet, annál nagyobb iskola nincsen. Meg én mondom, én előre dolgoztam a 3 év alatt, én nagyon sok mindent csináltam útközben, tehát mindent éjjel-nappal csináltam a filmeket. Tehát mindent, amit ott lehetett, én azt kihasználtam. És a közösség milyen volt? Mert ott azért komoly nagy ágyúk voltak, hát Török Ferenc például ebbe az osztályba járt, Pálffy György. Igen. Ti a szó klasszikus értelmében közösség, társaság voltatok, vagy nagyszerű rendezők, vagy rendező tanoncok által alkotott osztály, és azért érzed a különbséget. Kettő között valahol, legalábbis az én érzésem szerint. Tehát van egy pici legendárium abban, hogy ez egy ilyen nagyon összetartó közösség lenne, vagy lehet, hogy én vagyok az, aki így folyamatosan bomlasztó elemként van ebben jelen. Ezt hogy érted? Hát, hogy nem biztos, hogy, tehát, hogy mondjam, 80 voltunk ebben az osztályban. A főiskola ideje alatt természetszerűleg mindenki nagyon közel volt egymáshoz. Ott is voltak persze kisebb csoportok, klikkek, akik közelebb voltak egymáshoz, mások kevésbé, stb. És amikor a Simó meghalt,
akkor a halála az kiváltott egy még nagyobb összetartást ezen a csoporton belül. Aztán, hogy elkezdte mindenki a saját Don Quixote útját, akkor ez úgy szépen így fellazult. Fellazult, és ugye összejár még az osztály, de én ezt ilyen nagyon, nagyon masszív közösségnek mostanra nem mondanám. Nem mondanám. Pedig nagy szükség lenne rám, csak nem tudom, milyen formában lehetne ezt összehozni. Mert van akinek tényleg hivatásszerűen ez lett a sorsa, hogy filmrendező, van, aki pedig sokkal kevésbé van ebbe benne már. Tehát, hogy van, aki egy játékfilmet, tehát csak összehasonlításképpen mondom, hogy van, aki egy játékfilmet csinált ebből az osztályból, és van, aki ötöt, vagy hatot. Tehát van, aki minden második évben, vagy minden évben csinált valamit, tévéfilmet, stb. És az emberi vonatkozások? Az ember... Rivalizáltatok ti akkor nagyon? Érződött, ha nem is furkálódás, de valami fajta... Ilyet én nem éreztem soha. Tehát ilyen szempontból egy nagyon nagy szeretet és tolerancia van egymás irányába, meg tisztelet. Én ezt érzem. Te közösségi ember vagy? Vagy voltál akkor? Ebben az osztályban nem feltétlenül. Én voltam talán a legkevésbé az. De egyébként meg igen. Egyébként meg folyamatosan mindenféle közösségek neveltek. A tornász közösség, a színjátszó csoport Debrecenben, az a közösség, aztán később a alternatív színházi közösség, és különböző filmes csoportosulások, amiket én magam hoztam már össze. Tehát ezek mind nagyon-nagyon erős összetartó közösségek voltak. Vagy előtte például a zenekar, mert sokáig zenéltél. Igen. És ha már erről beszélünk, ugye te debreceni vagy. Igen. Érdekes információ jutott a birtokomban, nevezetesen, hogy te Lukács László a Tankcsapda frontemberével is egy együttesben játszottál, és ami talán még különlegesebb. hogy a cigánygyilkossággal gyanúsított kommandó egyik tagjával is. Igen. Hát ezek... Az jutott eszembe, hogy te, aki ennyit gondolkodsz mondjuk így az élet magvas kérdésein, szerinted mi múlik, hogy kiből mi lesz? Ugyanott indultatok, szerintem ez borzasztó érdekes dolog. Ugyanúgy indultatok, tehetségesek voltatok. Az egyikből rockstar lett, a másikból jegyzett filmrendező, a harmadikból pedig, adjuk meg, persze még nincs jogerős bírósági ítélet, de ezzel gyanúsítják, hogy ennek a kommandónak a tagja volt. Ez eleve elrendelés, vagy ilyen mini nüanszokon múlik a történet? Hát ez teljes mértékben elképesztő. Tehát ezen én nagyon sokat gondolkoztam, jól látod, vagy jól gondolod, és nem is nagyon tudok napirendet érni a dolog fölött. Tehát azt azért sejtem, hogy mindig vannak erőterek. Tehát nem véletlen, hogy egy bizonyos közegben egyszer csak sok érdekes figura jelenik meg, és abból bizonyos ívek indulnak el, nagyszabású ívek indulnak el. Ezek az emberek, akikről most itt beszélünk, töredéke azoknak a tehetséges embereknek, akik még ott voltak a környéken. Tehát ott volt például a Szaladják Pisti operatőr, aki szerintem a magyar operatőrök közül az egyik legfantasztikusabb képi látásmódú illető, vagy a Szilágyi Lenke, a fotóművész, aki ugyanebben az erőtérben volt. És köztük még nagyon sok olyan tehetséges ember, aki viszont nem járt be egy ilyen ívet, viszont nagyon tehetségesnek tartottuk ott abban a közegben. Tehát ez a zenekaros közeg, ez tartoztak még képzőművészek, tartoztak színészek, vagy ilyen amatőr színészek. Tehát ez egy ilyen kulturális pezsgésnek számít. Tehát akkor mi nem úgy láttuk, hogy ez az, mert az nagyon természetesnek tűnt, és mindenki persze akkor nyavajgott, hogy micsoda nihil van ebben a városban tulajdonképpen. 1980-as évekről beszélünk, Debrecen. De így utólag visszanézve egy elképesztő kulturális pezsgésnek tűnik. És az... Számomra megfejtetetlen, hogy igen, Lukács. Lukácsról mindenki gondolta azt, hogy előbb-utóbb ő valamilyen típusú karriert fog befutni. Ő már akkor is mutatta magát. Azt nem tudom, hogy róla ki mit gondolt. Az illetőről, akinek most nem akarom mondani a nevét,
akit most gyanúsítanak a cigánygyilkosságokkal, aki ennek a kommandónak tulajdonképpen a szellemi vezetője is volt. Róla pedig én legalábbis én egy fél évig vagy háromnegyed évig közeli barátságban voltam vele, vagy sokat összejártunk, beszélgettünk elsősorban zenéről, de úgy a világ dolgairól, mindenről. Róla pedig azt gondoltam, hogy ő előbb-utóbb valamilyen országos hírnévre tesz majd szert zenészként. Ez sikerült, csak nem zenészként. Igen, mert nagyon, nagyon jól gondolkozott zenéről, nagyon, nagyon progresszív dolgok voltak az ő agyába, tehát nekem egy csomó mindent mutatott egyébként amerikai, akkor aktuális amerikai New Wave és ilyesmiket. És lehet, tehát hogy tehát nem tudok napirendre térni e fölött, hogy ki, miért, egyik vagy másik irányba, hogy indul el. Hát neked például, ahogy a zenész karriered véget ért, hogy ez egy sérülés volt, belállt egy üvegszilánk az egyik kezedbe, és akkor hát, abba levágtam egy üveget. Szó szerint levágtam. Igen. És utána nem tudtál zongorázni. Hát ez úgy volt inkább, hogy utána egy darabig nem tudtam, aztán ugye, hogy kimaradt egy fél év vagy egy év, akkor már le is mondtam arról, hogy a konzervatóriumba felvételizek, mert akkor már lecsúsztam arról az évről a felvételiről. És akkor de azt már eldöntöttem, hogy Debrecent ott hagyom, és eljövök Budapestre. És eljöttem Pestre. Itt pedig ahhoz, hogy megéljek, el kellett menjek dolgozni. És elmentem építkezésre Bádogosnak, és ott dolgoztam, tudom én, a Kafka Margit gimnáziumnak a tetejét csináltuk, meg Csepelen dolgoztunk. Úgyhogy azt az időszakot így vészeltem át. Közben egyébként ment a zenekarozás is, ilyen, tehát az nem kell nagyon tudni azokhoz a típusú zenékhez, mert én ugye jazzel foglalkoztam, vagy jazzel szerettem volna foglalkozni. De ez azért is érdekes, azért kérdeztem, hogyha nincs ez a sérülés, akkor lehet, hogy te most egy jegyzett zeneművész vagy? Csak hogy mi múlnak a dolgok? Ugye az volt az eredeti kérdés, Lukács igen. László és a kommandó vezető. Nem hinném egyébként, nem hinném. Én azt így viszonylag gyorsan átláttam, hogy nekem valami sokkal nyitottabb dologra van szükségem, sokkal sokrétűbb dologra van szükségem. Ez a színház is szűknek tűnt. A rendezés a legkifejezőbb? A zenéhezés a színházhoz képest is? Igen, úgy tűnik, hogy nem véletlenül keveredtem ide, mert vágyom ezt a fajta mozgalmasságot és szabadságot, ami a filmrendezéssel jár. Az, hogy rengeteg helyre tudok elmenni, már csak egy film kapcsán is. Rengeteg emberrel találkozom, nagyon sok benyomásért. Tehát 10 ember helyett élek. És ez, tehát szeretem így csúcsra járatni a dolgokat, és te biztos meg lehet ezt csinálni a zenében is, csak szerintem nem olyan változatos, mint a filmkészítés. Az, hogy egyik napon a tömörkényi üzemi halvasútnak a mozdonyának a tetején ülök, és megyek be a Nádasba, a következő napon pedig a Szenci stadionnak a lelátójáról megyünk be a pályára, és beszélgetünk az ottani helyi szlovák ultrákkal. Tehát, és ez így napról napra változik, és hogyha ez nincsen, akkor az ember egy óriási űrt érez, hogyha már egyszer ebbe belekóstol. Ugyanakkor az egyik, azt hiszem az Origo csinált egy sorozatot, Beszélj hozzá címmel, amikor is a szereplők, téged is felkértek erre, a 16 éves önmaguknak kellett, hogy telefonon mondjanak egy mondatot, vagy két mondatot, tanácsként. Te ugye akkor azt mondtad, hogy 17 éves vagy, vagy 16 éves vagy, zenélgetsz, vagy téged most el fog rabolni a színház, meg a rendezés, meg minden. Ne gondolkodj egy percet se, húzz ki Franciaországba, amilyen gyorsan csak tudsz. Igen, akkor volt egy lehetőségem arra, hogy elmenjek Franciaországba, és itt tartott a színház, meg egy barátnő. És igen, érzem a határait ennek az országnak, az tény, azóta is. Ki lenne, vagy mi lennél te ma, ha kimész Franciaország? Valószínűleg ugyanez. Rendező? Valószínűleg igen. Egész egyszerűen, hogy mondjam, A-ból B-be, és ezt tényleg már tapasztalatból mondom, mert éltem azóta már külföldön másfél évig Amerikában, A-ból B-be eljutni egész egyszerűen sokkal kevesebb akadálya lehet, mint Magyarországon. Ezt
nem akkor tapasztaltam, amikor kimentem Amerikába, hanem akkor, amikor visszajöttem Magyarországra Amerikából. Akkor már megszoktam azt, hogy milyen gyors, hogyha kitűzök magam elé egy célpontot, milyen gyorsan tudok ott eljutni a megvalósulásig, akkor az ott természetesnek tűnt, és ahogy visszajöttem, rendkívül természetellenesnek tűnt, hogy már az első méternél elakadok, elakasztanak, egy akadály gördül elém, és minden egyes mozdulat, száz felesleges mozdulatba kerül, hogy valami történjen. Tehát ilyen formán aktualitása fárasztó. Is van annak, hogy egyszer úgy döntötök a családdal, feleségeddel és gyerekeiddel, hogy kimentek és szerencsét próbáltok? Hát egyszer már így döntöttünk. Voltatok kint Las Vegasban egy évet. Így van. De ennek lehet folytatása? Igen, tehát hogy ez a film tart most itt minket. Szerencsére mert készül most egy film, lehet, hogy a nézők nem tudják, Déli Láb címmel május 27-én kezdődik a forgatás. Így van. Így van. Ez a film, ez eltart egy évig nagyjából, forgatással és a vágással. És utána abszolút terve van véve az, hogy visszamegyünk, vagy hogyha nem is oda, akkor valahol máshova, mert hát egész egyszerűen felesleges mozdulatok sokaságát végzem, és ennek semmi értelme nincsen. Főleg akkor nincs értelme, hogyha nincs megbecsülve az, amit csinálok. Tehát, hogy még nem is kap az ember úgy visszajelzést. Mondom ezt úgy, hogy engem itt még ráadásul meg is becsülnek. Csak még így sincs arányban azzal, amit az ember egyébként nem pénzért, hanem lelkesedésből és misszióból csinál. Téged valaha foglalkoztatott az, hogy mit lehet elérni a világban? Az, hogy a világban, mindig az foglalkoztat, hogy én mit tudok elérni a világban, vagy a magammal. Tehát, hogy... Tehát a több pénz, a hírnév, a vörös szőnyegek nem érdekelnek, ez elég hamar, hogy mondjam, ez elég hamar ki tud merülni. És ez tulajdonképpen abban az időben, amikor rendező szakra felvételiztem, ez abban az időben már 20 évesen bennem eléggé tisztán megvolt, hogy mi az, ami mi az a távolság, ami engem hív. És a távolság az nem a vörös szőnyek, hanem az sokkal távolabbi dolog. Nem is az még nem ismert, az még nem ismert számomra. A pénz se érdekel, ugye? Természetesen érdekel, mert amikor nincs, akkor nagyon nagy baj van. Hát de hallom, amikor van, akkor nem érdekel. Amikor de hallottam, hogy eszelősen előnyös ajánlatokat utasítasz vissza, adott esetben reklámfilm forgatásra. Ez ilyen megtörtént, de viszont volt olyan helyzet, amikor mindent elfogadtam volna, de nem jött. Nem jött ajánlat. De ilyenkor nem mérlegelsz? Hát két gyermekes családapa vagy. De mérlegelünk. Az Orsolyával együtt mérlegelünk, mindig az van, hogy most ezt meg kell csinálni, ezt meg kell csinálni, mert nincs pénzünk, és akkor alszunk rá egyet, alszunk rá még egyet, kérünk egy kis haladékot, és a végén mégis úgy döntünk, hogy mégsem. De miért? Mit taszít téged a reklámfilmekbe? Azért, mert nem tudok szembe hazudni az embereknek. Tehát ugye az van, hogy én hogy nyilván egy reklámfilmnél meg mindenhol az van, hogy az embernek valamilyen szinten el kell hinnie azt, hogyha jól meg akarja csinálni, akkor el kell hinned azt, amit csinálsz. Nem akarom elhinni. Egész egyszer nem akarok elhinni egy reklámfilmet, és nem akarok más embereket erre befanatizálni. Mert nekem egy filmkészítési folyamat mindig arról szól, hogy elhiszem, és más embereket meggyőzök arról, hogy ez jó, és ezt érdemes csinálni, és így kell csinálni. Még annak árán is így gondolod, hogy lehet, hogy lesz olyan fél év ezt követően, amikor kimondod a nemet, amikor nem érkezik felkérés? És anyagi gondjaid is lehetnek? Hát mindig, amikor nyerekbe érzem magamat, akkor mindig ezt mondom. Tehát először a morál, utána a has. Hát igen, igen. De mindig reménykedem abba azért, hogy valami összejön. Tehát voltak nehéz helyzetek, de az utolsó pillanatban még mindig valami jött. És szerencsére azért én több lábon állok, tehát a film mellett színházzal is foglalkozom, és adott esetben, hogyha arról van szó, hogy valami nagyon megfeneklik, a filmes hajó megfeneklik, akkor átugrok a színházi hajóra, és azon nevezek tovább. Tehát, egyébként egy olyan ember, aki az arcából, a testéből élt, hiszen színész volt, az úgy, ahogy van, ezt le tudja zárni? Most mondtad a színházat. Nagyon sokat voltál színházban, és hát amatőr társulatokban, diák színpadokon szerepeltél, filmekben, 12 játékfilmben szerepeltél. Hát Rózsa János egyik filmében díjat is kaptál. Igen. Az le tudja zárni azt, hogy mostantól kezdve belőlem kimúlt az exhibicionizmus? Én az igazság, hogy soha nem is voltam exhibicionista. Tehát én valahogy nem
nem exhibicionizmusból voltam ezekben a filmekben, hanem érdeklődésből, és tulajdonképpen mindig nagyon gátlásos is voltam. Tehát amikor minden reggel, amikor fölkeltem, és arra gondoltam, hogy el kell mennem forgatásra, akkor volt bennem egy ilyen rossz érzés, hogy nem, nem, most ez semmi kedvem nincsen, semmi kedvem, és sok esetben a színpadra is mindig úgy mentem föl, aztán a színpadon mindig feloldódtam, mert a... Izgulós voltam, lámpalázos? Folyamatosan. És amikor már fönn voltam a színpadon, akkor már az adott helyzet pedig annyira magával sodort, és annyira belekerültem, ugyanattól kezdve pedig már nem érdekelt az, hogy én hogy játszom, és mint játszom, és hogy milyen vagyok, hanem csak a helyzettel foglalkoztam, amiben éppen benne vagyok színészként. Tehát nem az exhibicionizmus hajtott, és ilyen szempontból nagyon egyszerű erről lemondani, mert nincs. Yeah. De jó színész voltál te a saját értékrended szerint? Mondjuk rendezői szemben? Jó, tehetséges, közepes, milyen jelző? Nem tudom megmondani, az biztos, hogy ha rám verődött a sár, akkor ott történt valami. Tehát tudtam mit kezdeni a helyzetekkel, valószínűleg. Aztán azoknak a rendezőknek kell megmondani, akik velem dolgoztak, hogy milyen voltam. Fogalmam nincs. Te osztanál szerepet saját magadra? Hát akkor, hogyha úgy látom, hogy az elképzelhető, hogy igen egyébként. És nem feltétlenül azért, mert azt gondolnám, hogy arra a szerepre én lennék a legjobb, hanem szerintem azért, hogy egy bizonyos közeget vagy színész csoportot kezdjek el egy picit megkavarni vagy motiválni a jelenlétemmel egy filmben. Most egyébként ebben az új előadásban, amit csináltunk Temesváron, ebben jelen vagyok. Tehát a színpadra lépsz. Színpadra lépek, igen. Mondjuk azért két mondatot, mert most már nagyon fut az idő. Két mondatot azért mondjunk feleségedől, aki nem csak hogy múzsát, hanem állandó alkotótársa. És ha jók az információim, te ilyen életre halálra rendező és forgatókönyvíró vagy, aki otthon is rendszeresen ezen agyalsz. Mi több, én ezzel megdöbbentem, megmondom őszintén, hogy az 5 éves, most már hány éves kislányodat, Luizát? Most már 8 éves. 8 éves lányodat is olyan szinten bevonod, mert hogy azon túl, hogy szerepel a filmedbe, hanem hogy még adott esetben címet is megpróbál adni a filmnek. Igen, hát ez úgy működik, mint minden normális családban szerintem, hogy elkezdünk foglalkozni valamivel, Orsolya is akkor ugyanazon jár az agya, nekem is ugyanazon jár az agyam, megyünk a kocsiban mondjuk, vagy vonaton, valahova utazunk, erről beszélgetünk, és ott ül mellettünk a gyerek, és ő is bejön a beszélgetésbe természetesen. Érdekli az, hogy miről beszélgetünk, arról beszélgetünk, hogy mi legyen a címe a filmnek, és akkor ő pedig mondja a címötleteit, és írjuk föl természetesen. Hát olyat mondott, és akkor mondtam, hogy gondolkozz még, hogy milyen, hát ha neked még valami jó eszedbe jut. Hát olyat mondott 5 évesen, ha jól tudom, hogy égő takony, az legyen a Biblioteca Pascalnak a címe. Szóval én nem tartom magam, hogy fantáziátlan embernek, hogy 28 évesen nem jutna ilyen eszembe, nem 5 évesen. Igen, ez pont. Mert mondtam, hogy valami szürreális cím kéne, valami teljesen elszállt cím, és akkor ezen elkezdett gondolkozni valamilyen teljes... És akkor írtuk föl, már nem emlékszem, hogy mik voltak, de rengeteg ilyen teljesen elszállt cím. Ja, és nem csak ezzel kapcsolatban, hanem így a történet bonyolításával kapcsolatban. Még ott is vannak észrevételei? Az ott esetben? Persze. Dramaturgiailag is? Igen, hát elmesélem, mindig így mesél, hogy miről szól ez a film, elmesél, és akkor rákérdez, és akkor szerinted ez hogy lenne, vagy mit csinálhatna, vagy melyik rész tetszik neked a legjobban, vagy melyik nem tetszik annyira, ezeket megkérdezem. És tehát akkor... ő is kontroll valamilyen szinten, ilyen igen, formán. Igen, egyébként kíváncsi. Említetted még az interjú elején, hogy a főiskoláról az a 20 éves hölgy rabolt el, aki aztán a feleséged lett. Ő először lett a szerelmed, és utána a múzsád, vagy először a múzsád, és utána a szerelmed? Nagyon gyorsan történt a dolog, mert ahogy összeismerkedtünk, ez ősszel volt. Már egy pár hónapra ráforgattunk is. Tulajdonképpen, és azóta pedig egyfolytában így van. És mondd, az legenda, hogy ami a macerás ügyekben, ugye Hajdú Szabolcs első filméről beszélek, a macerás ügyekben van egy olyan jelenet, amikor Zsoli kinyújtja a mutatóját, rámutat egy hölgyre, ő pedig odajön a messzi távolból, és megérinti a kezét, itt találnak egymás. Az igaz, hogy veletek ugyanígy történt? Ez igaz. Ez úgy volt, most hogy sztori. Ez úgy volt, hogy a Marosvásárhelyi Református templomban voltak elszállásolva a filmrendezők, és ott tartottunk egy bulit. És oda bejött boldog-boldogtalan mindenki, és akkor én még Orsolyát nem láttam, mert én késve érkeztem az egész kurzusra,
mindenki elment mikrobusszal, én meg vonattal mentem utánuk, tehát egyébként csak beestem erre az egészre. Persze előtte még valami, még a vonaton is, meg ott valami kocsmában is megittam jó pár sört, és akkor beálltam oda a hullafáradtam, meg kicsit ilyen szkeptikusan egy ilyen cserépkája mellé, cigivel a kezembe, és így nézegettem az embereket, és egyszer csak megláttam Orsolyát. De mondom, már erősen illuminált állapotban. És akkor az volt, hogy a tömegen keresztül így rámutattam, és vártam azt, hogy mikor veszi észre, hogy rámutatok. És egyszer csak így észrevette, de nem volt semmi meglepődés, hanem odajött, és így megfogta az ujjamat. És akkor az lett a folytatás, hogy egy adott ponton valami tánc közben, így hátrahajolt, én felhúztam a karjánál fogva, ő beverte itt a szemöldökét egy asztalba, teljesen fölrepett, ketté hasat, elkezdett ömleni a fejéből a vér, vagy a szemöldökéből a vér, hívtunk egy mentőnt, fölmentünk a Arafat nevezetű sürgősség ilyen ellátóba, oda a hegytetőre, és ott összevarták a szemöldökét, és mondtam, hogy vigyázzanak rá, hogy ne legyen nyoma ott a izének, de azóta is ott van. Tehát azóta is ott van? Az a heg, az ott van a szemöldökén. Ja. Tehát így ez volt az első éjszaka. És azóta tulajdonképpen a fehér tenyeret leszámítva minden filmetbe szerepel. A Déli bába fog szerepelni? Ez az záró kérdésem. Hát ő az egyetlen női szereplő. Vagy nem, még van egy női szereplő benne, de ő a női szereplő benne. Hát nélkül akkor gyakorlatilag nincs Hajdú Szabolcs. Igen, eddig legalábbis úgy néz ki, hogy ez így van, igen. Örülök, hogy láttunk, és akkor várjuk a Déli bábot. Köszönöm szépen. Köszönöm.